Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a Kultúra ellenpontjai című könyves podcastben. A mikrofon két oldalán velem szemben Nelhibel Gábor, hát mondhatjuk, hogy könyvgyűjtő, Emit pedig Pötlőoxi Zoltán, szintén könyvgyűjtő és mellesleg újságíró. A mai téma egy olyannyira izgalmas, hogy még talán a Golenyi Ágnes könyvet is túlhaladja, legalábbis szerintem izgalmában, az megint más, hogy a Golenya már 7000 megtekintésnél tart, ugye a Tátosok barlangja, de ugye nagyon sokan reagáltak Ungvári Krisztián a Mindszenti Mitosz című könyvére. A kötet kapcsán rengeteg kényes téma vetődik föl, de most legutóbb például Simon Gábor atya 13 perces videóját nézte meg, ahol az atya ugye védi Mindszentit, ugye Ungvári ellenében. Mielőtt neki kezdünk, gyorsan elmondom, hogy adásunk ugye most, ha a YouTube-on hallgatja valaki, akkor ott is megtalálható az összes többi eddigi 180 fokadással együtt, a Spotify-on is fönn vagyunk, illetve anyavállalatunk a Könyvkultúra magazin Bibliopod rovatában is visszahallgathatók eddigi podcast adásaink a könyvekről. Gáborra testáltam újra azt a feladatot, hogy nagyon alaposan olvassát. Én ugye nagyjából ugye feléig jutottam, és ott hagytam abba, hogy Ungvári vitatja Mindszenti szociális érzékenységét, de a fő témák a legitimista hozzáállás és az antiszemita hangok azt vette szerintem ugye hát legelőre. Hogy érezted magad a könyv olvasása közben? Nem egy vastag könyv, de nagyon kemény a téma. Igen. Hát először nem is tudom, hogy kezdjem el, mert elolvastam a könyvet, aztán félredobtam, mondom, hogy ez nem nekem való, én rájöttem, hogy én sajnos bele kell megint a szubjektumot keverni a dolgba, hogyha értékelünk valamit. Tehát én nem vagyok történész. Egyáltalán nem vagyok történész, legfőbb egy átlagember, aki olvas ezt, olvas azt, de megítélni egy szakmai kompetenciával készült művet, az rendkívül nehéz, ezért én el is tekintenék tőle, inkább csak beszélgessünk a könyvről. Egyébként egy érdekes könyv volt, először elolvastam, félredobtam, másodszor olvasom, már más is láttam bele, nem csak az első, hogy mondja, meghökkentő állításokat. Ezek közül csak párat lendítsél föl, és aztán ezeket kifejtjük. Hát ugye a felépítés a könyvnek is erre épül, hogy a fejezet címekre címkék vannak ráakasztva, milyen a antiszemitizmus, a nacionalizmus és a nemzetkép, a szociális értékek, a legitimizmus, tehát ez csak címkék, ami alapján próbálja összeszedni a gondolatait, illetve nem a gondolatait, hanem a hozzátartozó anyagokat Ungvári Krisztián, és kifejti a véleményét, egyéni véleményét kifejti. Magyarországon, ugye van, engem ez nagyon zavar ez a szó, megmondom őszintén, hogy emlékezett politika, de tudom, hogy ez most létezik. Nagyon trendi. Ezzel valószínűleg azt akarják a szó atyai, anyjai érzékeltetni, hogy a politika, és erről volt egy erre utaló régi mondás, hogy aki a múlt, az a jelen, talán még ráadásul a jövő is. Ebben azért mégiscsak benne van az, hogy a történelem kutatása szubjektív. Egyébként pont a Simon Gábor atya, aki bevédi Mindszentit egy videóban, mondván, hogy látta az Ungvári Mindszenti könyvét promotáló kis videót, tehát ő nem is a könyvről beszél, csak arról, ahogy ott már Ungvári nagyon keményen felvázol néhány kritikus pontot. Tehát az emlékezett politika az atya szerint is, illetve hát sokak szerint ez egy szubjektív dolog. Én meg úgy gondolom, hogy nem. Azt értjük, hogy talán azt is lehetne mondani, hogy jó lenne, ha nem az lenne. De ezt nem ezt tapasztaljuk. Én úgy érzem, hogy Horthy is, mi Ungvári szintén kritizálta egy könyvében a munkás a személyét, a történelmi döntéseit, és Mindszenty is ezek keresztüzébe került. Emlékezett politika. Magyarországon két tömb van, aki ezzel foglalkozik, úgy sem hinni, de a bal és a jobb oldal, most nagyon leegyszerűsítve, így hívjuk őket, és emiatt, én mindig veszek egy ártatlan, naív átlagembert, hogy az honnan a csodából fogja, tegyük fel, egyik oldalnak sem a hívője. Mit tudom én, mire a semleges neműek pártjára szavaz, de már ezzel is elrontottam most ugye a PC-t. Szerinted meg lehet-e maradni így, ugye egy picit piszkáljuk meg ezt, hogy a történelem kutatás, akár Ungvári ezen, vagy más művén keresztül is elmondható-e, hogy hát igenis valahol objektív, vagy objektivitásra törekszik. Ez így van?
kezdjük az elejétől. A történelem kutatás az egy, hogy Ungvár is kifejti, az egy komoly munka és ráadásul egy tudomány. Most a tudománynak is legalább két álláspontja van, amit figyelembe kell venni. Egyik álláspont az, ami a természettudományra jellemző, az, hogy kutatnak, hipotéziseket állítanak fel, és azt nagyon megalapozott axiomatikus alapokra építik rá, ami biztos, azt a jóisten úgy mondta, és a hipotézis, biztos. Bocsánat, az a feltételezés. Igen, de abból csinál egy elképzelést, és elképzelést a valóságba próbálja visszaigazolni. Ez mondjuk ez egyik oldala a tudománynak, a másik oldala a tudománynak, amikor nincs alaphipotézis, hanem vannak tézisek, amiket ugye kifejtenek, és ráadásul ezt egy valamilyen kiválogatott társaság, kiválogatott szakértők mondják, elfogadják, vagy elutasítják. Tehát egy emberi véleményezés lesz a valóságnak az alapja. Tehát a tények szó mennyiben bír erővel a történelem kutatásnál? Szerintem a következőképpen, mint nem vagyok történész, és nem is vagyok a témában otthon, a történelem kutatásnak a dolga az, hogy elmegy a könyvtár, könyvtárra száldogál, információt gyűjt, és próbál nem tényeket, hanem próbál megfelelő dolgokat, aspektusokat megkeresni, amit összegyűjt. Kijegyzettel, regesztákat néz könyvtárba, ezeket összeírja. Ezeket az adatokat, ezt nevezik egyelő adatoknak, ne tényeknek, hanem adatoknak. Ezeket összehozza, összeszedi, összegyűjti, utána csoportosítja, és a csoportosítás alapján jön le majd valamilyen koncepció, hogy az, hogy fog hozzáállni. Ez pont olyan, mint a főzés, ami arról szól, hogy ugye a háziasszony összeszedi az alapanyagokat mindenhonnan. Azokat minősíti, ez a forráskritika. A minősített alapokból csinál egy lecsót, vagy egy főzeléket, megkeveri, megsózza a saját ízlésével, és tálalja. Aztán utána lehet köpködni, szídni, vagy dicsérni azt az ételt, hogy jó vagy nem jó, de tény az, hogy az első munkának a nagyobbik fele, és a történettudománynak szerintem ez a nagyobb része, összeszedni az információt, mindenhonnan fellelni, és mindenképpen összerakni. Tehát rengeteg információt kell hozzá összeszedni, amit össze kell állítani, és osztályozni kell. Ungvári szerinted objektív anyagot állított össze ezek alapján, amit elmondasz, vagy pedig szubjektív, tehát akkor elfogadható esetleg a Simon Gábor atya, amit talán nem hallottál a videót, de ő azt mondja, hogy ő szerinte nincs pártatlan történelem kutatás. Tehát Ungvári pártatlan vagy? Nem, szerintem Ungvári nem pártatlan. Nem pártatlan. Ungvári eleve koncepcióval dolgozik, hogy ő hogy fogja megírni, ez az is szubjektumából adódik, azért más kérdés, hogy jó vagy rossz, hogy elfogadható, nem, de ő átérzi ezeket a dolgokat, és ő saját magából indulja ki a történelmet. Tényekre alapozza, amiket leír? Is. Igen. Mit nevezünk tényeknek? Leír dolgokra, tehát levelekre. Definiálhatjuk a tényszó fogalmát, ha akarod. A tény, ami megszólt. Előbb már mondtad, azt mondtad, hogy adatok szerintem az a szinonimája a ténynek. Nem szinonimája. Egyáltalán színvárja. A adatok a tényekből keletkeznek. Vannak tények, ami megtörtént, úgy történt meg, ahogy történt. Ezből levonunk egy konzekvenciát, leírjuk, minősítjük, abból lesz az adat. Persze megír valaki egy levelet, ugye akkor a levél az adat, az betűknek, a számoknak a halmaza, az csak egy adat. De az nem biztos, hogy amit leír az a tény, az valóban úgy történt, meg már eleve egy szűrt felületről van szó. Tehát nem tényekről beszélünk, hanem tényekhez mondjuk alaptényekhez tartozó dokumentumokról, információkról beszélünk, információ elméletről beszélünk a történelemkutatásban. Ugye én mindig az átlag ember, az átlag hallgató fejével próbálok gondolkodni, azért kérdeztem ezeket, hogy gondold el, hogy az emberek ilyen fogalmakat használnak, hogy igazság. Igaz-e, amit írt Ungvári? Ők nagyon leegyszerűsítik. Én is ilyen vagyok, pontosan, mert én nem variálom túl. Kezembe veszem a könyvet. Természetesen nagyon jól tudom, hogy Ungvárit végképp nem lehet vádolni kormánypártisággal, nemzeti keresztényi szimpátiával. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mint történész nem engedheti meg magának, hogy az ő esetleges politikai beállítottságán, oltárán elvérezzen egy olyan tudományos igények megírt mű, ami arról szól, hogy kutatott, ahogy mondod is, könyvtárba, levéltárba járt, elemzett, itt az elemzés szerintem nagyon fontos, egy adatok egyeztetése, ellenőrzése, ugye itt a Horthy könyv kapcsán is, hát szinte már percről percre, ugye a Horthy kiugrási kísérletéről írt egy nagyon izgalmas, érdekesen megírt könyvet, ugye itt mégsem Golenyára utalok, akiről múltkor beszéltük, hogy jobban megvan írva, mint amennyire igaz, de hogy azért azt nem engedheti meg magának egyetlen történése, mert itt azért nagyon gyorsan kiderülhet, hogy hát barátom, te itt, és aztán nem tudom hány pontba tévedtél, és akkor onnantól kezdve az a történész úgymond hiteltelen. Ez már kicsit
távolodok most magától a könyv témájától, de ez azért fontos, mert aki a Mindszentit egy ikonikus történelmi alaknak veszi, annak az hidegrázást kap ettől a könyvtől, az biztos. Én nem gondolnám, nem gondolnám, hogy hidegrázást kap, más hát szemszöggel nézi, nem, más szemszög hát is a szellemi képességeit, a zavarodottságát említi, megkérdőjelezi a szellemi képességeit azokban a területekre, ahova ő bement, és ahol a Ungári azt mondja, hogy oda neki nem kellett volna, tehát a nagy politika, ugye ez a legitimista hozzáállás, és ugye a zalai újságnak, a Zala megyei újságnak, mint szerkesztőjeként tett hát, tevékenységével kapcsolatban, ugye nagyon szorosan összerakja az antiszemita kijelentéseket, az antiszemita pogromokat, ugye ott aztán már gyilkosság, stb. Is történik. Ő azzal, hát úgymond vádolja itt Mindszentit a könyvben, akkor most gyorsan már bele is mentünk az első nekényen. Legyünk túl rajta, én is a fogorvosnál az elsőként szeretek bemenni, hogy azzal vádolja, hogy igenis az ő szellemi munkája közvetlenül volt gyújtó ereje adott pogromoknak, annak a lelkületnek, ahogy ő akkor már püspök volt, ha jól emlékszem, hogy tehát egy komoly személyiség, hogy a mai napig is nagyon komoly püspökeink vannak, akikre még azok is figyelnek, akik nem hívők, mert nagyon jó gondolatokat fogalmaznak már társadalmi dolgokról. Hogy látod ezt az antiszemita dolgot? Rá fogok térni még az előző témá, azért muszáj mondatot. Tény és a dolgok közötti különbség. Tény az, hogy Münzni megszületett. Tény az, hogy püspök lett, tény az, hogy meghalt. De hogy ő, amit írt, azt kontextus nélkül értékelni és kiolvasni belőle a gondolatokat, tehát a gondolatokból gondolatot képezni, az nem tény, az vélemény. Ungvári nem teszi kontextusba? Kicsi, szerintem igen, de kicsi kontextus, na nem tudok beszélni, nagyon kis rálátás mutat. Szerencsére a mai világ, ugye a mai történelemtudomány nagyon gyorsan meg fog változni. Megint visszatérek egy hatalmas fejlődés, ott itt van az internet. Csak beleírod, hogy Mindszenty, és százával jönnek ki a róla írt információk. Tehát önmagában a könyvet nem lehet értékelni, önmagában az Ungvári által ért antiszemitizmus nem lehet értékelni, ha csak akkor lehet értékelni, hogyha hozzá még 10-20-30 könyvet olvas, vagy legalábbis szemelvény nyújt az ember, és a környezetet is megnézi. Onnantól kezdve ez egy álláspont, és az egész álláspontot kéne valamilyen módon kezelni és összefoglalni. Azért az írott művek védelmében mondom, hogy hát ami az interneten van, csak így, ha csak ennyit mondunk, hogy az interneten van, az elnézést, az nudli. Nem. Tehát a Jóska Pista beírja a Facebookos nem. kommentek, kommentek gyártóinak hada beírja, az Ungvári a könyvében, most akkor kialakul a 180 fok, a Gábor Médi, én pedig... Integetek, óriási pedig, félreértés van. Bocsánat, csak annyi, hogy ő, tudod jól, mert te olvastad el, azt mondod kétszer, hogy teli van lábjegyzetekkel, már az elején jelzi Ungvári, hogy minden állítását lábjegyzetekkel, ugye a szokásos számozásokkal, hát ilyen szempontból nehéz olvasmány, hogyha akkurátusan akarod olvasni, már pedig csak úgy érdemes, akkor mindig rámész a lábjegyzetre is, illetve van olyan, hogy internetes linkeket ajánl, vagy olyan oldalakat, ahonnan az adatot vette, ahonnan a szövegkörnyezetből kiemelte az adott szöveget, de hát ugye szerintem ők a tudósok alapvetően a papíralapról is dolgoznak, vagy olyan tudományosan megerősített oldalakról, tehát a Magyar Tudományos Akadémia honlapján nem hinném, hogy konteók szerepelnek például. El szeretném kerülni a félreértést, nem így értelmezem az internetet, hanem úgy értelmezem, mint egy könyvtár. Rengeteg könyv van rajta. Minden van. Minden van, könyvek vannak, tehát a hivatkozott irodalmak is elolvasható. Tehát csak azért mondtam, hogy általán... Tehát nem arról, hogy valaki beírt valamit, hanem azt a 30-40 könyvet, amit én gyorsan kigyűjtöttem, ott van egy csomó Messzényi, Mindszentynek az életrajza, minden megtalálható. Oké, csak a hallgatókat ne tartsuk abban a tudatban, mert én mindig úgy képzelem el, hogy valaki ezt hallgatja, ezt teljesen készpénznek veszi konkrétan, amit te mondasz. Ott a Golenyi Ágnes könyvre hagy utaljak megint, hogy ott annyi aranyos, kedves kommentet kaptunk, nagyon sok érdeklődő vitázó, és meg komolyan vették, hát jó is, meg komolyan is gondoltuk, amit mondtunk. Tehát azért, hogy az internet konkrétan maga úgy unblock, az bármi, akármi. A tudományos oldalak, az visszaigazolt oldalak, azok lehetnek, tehát egy hivatalos történet kutatásra foglalkozó intézmény, és rengeteg ilyen van,
országos Széchenyi könyvtár, stb. Stb. Természetesen abszolút alapnak tekinthető. De az, hogy most nem akarok mondani szélsőbal, szélső jobb oldalról olyan újságokat, internetes felületeket, ahol nagyon erős ez a konteós, meg a torzított emlékezet politikai szövegezés. Tehát ahol mondjuk föl van habosítva, hogy a politikában. Na bocsánat, az antiszemita témának ugorjunk neki. Nem, maradjunk bár az elején, mert megint félre fogunk csúszni. Tehát nem. Tehát az internet nem arra való, hogy kommenteket olvassunk, hanem arra, hogy alapvető műveket elolvassunk. Mindzentinek az élettörténetét, elolvassuk a róla. Van, akit nem érdekel. Azt tudom, de annélkül nem internet, lehet. Tudod, hogy mi az internetfogyasztás 80%-a? Rengeteg szellemérték már. De hogy nézzük meg a könyveket. Így, hogy internet, felhőtt filmek. Jó. Akkor mondjuk, akkor tartsunk is egy de kutatást. De ne legyen ez a partalanság ebben a szekcióban. Jó, azért menjünk mondom, tovább, jó? Menjünk tovább, hozzuk össze. A következő az, hogy meg fog változni a világ, mindenki megszerzi információt, az információ most már nagyon könnyen elérhető, amelyet majd valamikor mesterséges intelligenciák össze fognak rakni, és hoznak, nem menjünk, hallgass meg végig, ugye az ember mit csinál, hogyha mindszentére olvas, akkor kíváncsi másnak a véleményére, kapásból beír a chatbotba, a mesterséges intelligenciába, hogy ki az a mindszent, és ez viszont idézni fogom. De nem véleményről beszélünk most. Tudom, pont ez volt az első kérdés, hogy objektív vagy szubjektív a könyv. Igen, de akkor viszont a szubjektivitás az, hogy fú, nem tudom, milyen, akkor szeretek ilyen kizökkentő szélsőséges példát mondani, tehát valakiről fú, nem akarok senkit megsérteni, de mondjuk, oké, Gipszia Kabról azt állítjuk, hogy esténként holott egy nagyon komoly politikai tisztséget tölt be, esténként női ruhában táncol egy striptease bárban. Tehát, és azt leírom, mert nekem ez a véleményem, mert én úgy láttam, vagy azt gondolom, tehát ez nem tény, ez nem adat, ez az internetre viszont fölkerül. Tehát ne mondjuk azt, hogy ami az interneten van, onnan begyűjthetjük az adatokat. Csak azért, hogy ne tévesszünk meg senkit, itt most egy nagyon komoly történelmi könyvről van szó, ennek az állításai, hát ilyen vagy olyan színűek, az szerint, és a Golenya könyvnél megint csak láttuk, hogy hiába van oda leírva. Mi mondhattuk mi azt, hogy ne ragudjatok, de ez áltudományos. Csak azt mondták, hogy nem, ez tényleg így van, a Siriusra jöttek a magyarok. Miért? Mert ő valahol ezt még olvasta. A Kohágó közepébe. Ezt mindenképpen fogom olvasni, hogy valójában mit tudunk a Mindszentről, mert nagyon sokan nem is tudunk semmit. A következő Mindszenti József egy magyar katolikus egyházi méltóság volt, aki híres és vitatott alakja volt a 20. századi magyar történelmnek. Hercegpirásként, esztergomi érsekként 45 és 73 között szolgált. Ezt még eddig tudjuk. Mindszenti a kommunista rendszerre való konfliktusával vált ismerté. Tehát ettől lett ismert. Kiemelkedő szerepe volt az 56-os forradalom és szabadságharc idején is, amikor szimbolikus jelleget vállalt a forradalom élén. Az egyház és a kommunista rezsim közötti konfliktus Mindszentinek 1971-ben kellett esztergomi érseki palotát otthagyni, és a következő éveket külföldön töltötte. A vége. Mindszenti József hercegprimás személyével kapcsolatban eltérő vélemények élnek a társadalomban. Egyesek a szabadság és az ellenállás szimbólumaként tekintenek rá, míg mások kritizálják szélsőséges nézeteiért és konzervatív álláspontjáért. Egyházban pedig többen tisztelik őt, mint mártírt és hősies alakot. A 89-es rendszerváltás után Mindszenti József hercegprimás nevét rehabilitálták Magyarországon. Tehát még ez se ad egyértelműen alapot arra, hogy tulajdonképpen mit is kell érteni, hogy is kell érteni Mindszentinek a tevékenységét, ebből következik azt, hogy különbözőképpen fogják az egészet felértékelni. Szerintem ez nagyon egyértelmű, Mindszenti egy hős, Simon Gábor atya azt mondja, hogy fehér mártír volt, tehát nem kellett életét adni az elveiért, a hitért, hanem egy önkéntes száműzet és egy belső emigrációban élt. Mit mondunk Vári a promóciós videóban? Hosszú évekig tartotta első számú példaképnek a kommunizmus elleni harcban Mindszenti alakját, majd amikor egy pár éve, ahogy ő mondja ezt a könyvet promotál a videóba, elkezdett kutatni, mert ott a beleolvasott a Mindszenti önéletrajzba, amit Mindszenti fogalmazott meg, és ott talált egy-két már akkor számára vitatható állítást, elkezdett kutatni, és ebből lett ez a könyv. Igen. Összeszedte a kutatási anyagot, és abból írt egy könyvet. Eléggé szubjektív módon meg kell, hogy mondjam. Tehát nézzük ezt a legkényesebbet. Na nézzük a legkényesebbet, mert még jön a többi is. Igen, nézzük az első. Miért volt antiszemita Ungvári szerint? Mert Mindszenti. Azért volt antiszemita, mert Ungvári úgy építette fel.
nem volt igaz az, amit állít róla, hogy antiszemita kijelentései voltak. Megítélés kérdése, és Ungvári nagyon korrekten leírja az antiszemitizmus alkotott véleményét, tehát hogy azt mondja, hogy tehát ő is leírja, és ezt hozzá kellett egy nagyon szépen kémagy a következőt, hogy az antiszemitizmus az ő tulajdonképpen csak egy kérdés, egy címke, hogy mi az, tehát próbálja megfogalmazni, mi az antiszemitizmus, de ebben nem megy tovább sajnos, és nem kategorizálja a dolgokat. Tehát antiszemitizmus az... Zsidókat célzó fajgyűlölet. Nem. Előítélet. Előítélet, és sajnos a mostani világban pejoratív értelemmel értendő. Hát ez de hogy hát lehet nem pejoratív? Hát úgy, hogy a antiszemitizmusnak, amikor kezdődött a 18. század végén, akkor Széchenyi és Eötvösnek is hatalmas vitái voltak, tehát a zsidó mentalitása a zsidóknak a fajítéletével, vagy előítéletével kapcsolatban. És ez sajnos csúszott lejjebb, és rondább lett, de hozzá kell tenni, antiszemitizmusnál azért egy dolgot vegyünk figyelembe, a nagyságrendjét, vagy a fokozatait, mert a legfontosabb az nem az, hogy antiszemita valaki, vagy nem, hanem az, hogy milyen antiszemita. Ez a nagyon nagy kérdés. Az, hogy valaki ugrál, dumál, mit tudom én, jár szája, szidja, ezeket szidja, azokat, az jó, ráfoghatjuk, hogy antiszemita, mert csak ráfogás kérdése, de tulajdonképpen nem ezzel jelen. Biztos nem értek egyet. Minden, én azért hogy folytassam. Oké, csak hogy elfogom, ez egy nem, túl fogunk ezen menni, tehát ez biztos nem elfogadható. Ugye 2023-ban az már nem megengedhető, hogy valakit azért illessenek negatív jelzővel, az egy negatív jelző legyen az ő származása, és ezzel összefüggésben bármilyen. Ugye tudjuk, hogy mégiscsak a holokauszton innen vagyunk már túl, ők pedig még előtte voltak, és valószínűleg erre utalsz, hogy itt a fokozatok még talán nem érzékeltették azt a rendkívül nagy tragédiát. Igen, de a kettő szerintem ilyen értelemben nem függ össze, mondom. Tehát az antiszemitizmusnak nagyságai. Van egy nagysága az, hogy jár a szája valakinek és undokoskodik. Ez is antiszemitizmus, mert ráfogják. És pán, hogyha egy bizonyos témában címkézik, mert címkéről van szó, akkor már is antiszemitizmusnak nevik a következő lépés, ami sokkal problematikus, amikor valaki olyan személyiség, hogy mellette úszít is. Tehát nem csak ő hirdeti az igét és mondja a baromságait, majd így fogalmazok, hanem ő rávesz másokat, hogy te is csináld, és te is tegyél, tehát valamilyen cselekvésre készteti a másikat, azt hívják uszításnak. Na, az már egy komolyabb dolog, és sajnos a történetben ez is sokszor megtörténik. A következő, hogyha valaki ezt ugye magáévá teszi, akkor jön a nagyobb probléma a diszkrimináció. És az antiszemitizmus sajnos ilyen szempontból összefügg a diszkriminációval. Tehát ugye ráfognak valamit, innen jött a sárga csillag, innen jött, amikor csoportokat egyszerűen diszkriminálnak, tehát kirekesztenek egy bizonyos területről, kontextusról. Ezt én már elfogadom, hogy ez antiszemitizmus, hogyha ezt valaki ténylegesen cselekvésbe is csinálja. És utána jön a negyedik lépés, amikor ugye agresszió mellett már fizikai problémák, fizikai tevékenység is megjelenik, ilyenkor jön a gyűlölet, és ilyenkor jön a holokauszt, illetve ilyenkor jön az agresszív ellenállás. Ami viszont szerintem megint nem antiszemitizmus, az egyszerű gazemberség. Tehát ha valakinek betöröm az ablakát, avval címké, vagy zsidó, vagy megverem, vagy megölöm, az nem azért, hanem az egyszerűen gazemberség, az halálosan elvetendő bűn, tehát az büntetendő dolog, az nem oda tartozik, az csak, ott csak egy címke az antiszemitizmus. Az lehetne zöld, kék, piros, behin, nehin. A könyvben Ungvári azt írja, hogy Mindszenti, ahogy te használtad most ezt a kifejezést, tulajdonképpen uszította, bátorította azokat, akik aztán tetlegesség is fajulóan bántották a zsidó származású embereket. Az az újság, aminek ő volt a főszerkesztője, ez a Zala megyei újság. Zala meg a Veszprém megyei. Igen, ott ez marha érdekes egyébként, hogy ha most ma egy püspök egy újságnak a főszerkesztője, vagy szerkesztője, az biztos, hogy csak egy házi lap, és nem politizál ebbe. Szinte biztos vagyok, hogy most mondok egyet, egy Székely János püspök, biztos, hogy ugye ilyen elképzelhetetlen, egy másik korszakról beszélünk. És ha azt idézi a cikkeket, kifejezetten hát ilyen negatív jelzőkkel illeti a zsidókat, említi a híres zsidó családok nevét, akik befolyással vannak a közéletre, illetve azt tudjuk, hogy ebben a korszakban ezt a Raffai féle könyvekből tudjuk, hogy egy Ady Endre kapcsán is akár, vagy más kapcsán a zsidó befolyást emlegetik a gazdasági életre, a kultúrára. Ugye Ady Endréről szóló, ugye az évforduló kapcsán kiadott könyvekben erről nagyon részletesen írnak, hogy például akár Ady költői pályafutását,
vagy József Attila, vagy akárki pályafutását, hogyan befolyásolták ezek a mentorok, ezek a szponzorok, és hát, de mondom, itt azért érdekes, hogy aki ma ír egy ilyen könyvet, és azt mondja, hogy a két világháború között már a 20, mert itt a 20-as évekről beszélünk, antiszemitizmusról van szó, egy egyházi, és itt szerintem ez a legkínosabb, egy egyházi vezető részéről, ma már tudjuk, hogy ez egyenes út vezet oda, hogy először csak még újságcikkekben, aztán kisebb pogromokban, majd végül országos törvényekben, ahol olyan jogokat vesznek el emberektől, ez ma már elképzelhetetlen, hogy azért, mert te ilyen származású vagy, azért neked például nincs jogod az adott felsőfokú intézményben egy adott százalékon fölül szerepelni, mint nép, mint származás. És a végén elveszik a jogot az életüktől. Ezek viszont már sajnos tények, hogy odáig fajul ez. Szerintem Ungvári így áll hozzá, hogy hát igen, ez nem egy, tehát nem relativizálja az antiszemitizmust, hanem azt mondja, hogy ezt pontosan tudjuk, hogy hova vezet. Akkor még egy kérdés az antiszemita váddal kapcsolatban, amivel Mindszentit illeti Ungvári. Találtál-e olyan kifejezést a könyvbe, vagy olyan szövegrészt, ahol Mindszenti ezt azért kijelenti? Igazán Ungvári megvédi Mindszentit az antiszemitizmust, hogyha jól elolvassak a könyvet. Ezen néztem, hogy mi történik valójában most. Igen, van egy olyan is, hogy menti. Mert van egy következő része, hogy a 920-as években ugye kiadt egy röpiratot Pényi József néven, vigyázzatok az újságra, ami sajnos nem lehet megszerezni, tehát az intent is akármilyen nagy úr nem tudta megszerezni az alapot. Tehát én kutattam utána. A kutatók azok megkapják. Pem József, ugye az eredeti neve Mindszentinek, ezért nem lehet megszerezni, de sőt a rávonatkozó irodalomban sincsen meg a hiteles forrás, hogy ezt ő valójában mit írt. Na most a másik a lapokban. A lapokban Mindszenti főszerkesztő, vagy hogy nem tudom, hogy hívják, vagy támogatója volt ezeknek a lapoknak, de szerkesztője volt, de Ungvári mindig csak azt a hibát vallja, hogy ő ugyan soha nem volt kirohanása, nem írt antiszemita szöveget, de engedett egy-két embernek, aki ezt megtette helyette. Na most a helyette az érdekes dolog. Tehát tulajdonképpen hagyta, hogy hagy folyjon a víz, és hadd menjen a dolog, és mehet az antiszemitizmus. Mármint olyan értelemben, hogy a zsidó, nem is gyűlölet, a zsidó utálkozás mehetett. Mindszenti sajnos nem, sőt, Mindszentinek erre vonatkozó irodalmat én sehol nem találtam, ahol effektíve ő mondta volna azt, hogy diszkriminált volna. Van ilyen rész? Lehet, hogy van, de forrás nincs. Szerintem forrás is van. Jó, de azt én nem találtam meg. Úgyhogy ez egy következő téma, hogy megkeressük a forrását. Ne egysük kétségbe szegény hallgatót, hogy na most melyik mókus hazudik, mert vagy melyik mókus mindenki küllen, hazudik, bocsánat. Csak az enyém az igaz. Nem, tehát szóval ilyen értelemben, ezeket leírja. Ilyen értelemben jelzi a antiszemitizmusra való hajlamot Mindszentinél, de effektíven nem vádolja vele. Azt hittem, azt mondod, hogy mert kitér olyan része, és amikor Serédi Justiniántól kezdve Hortinát is, igen. Tehát az egyház komoly vezetői, akkor már rájönnek, ez ugye 44-ről van már talán szó, vagy még kicsit hamarabb is, hogy itt menteni kell. És a Vatikán is maga is intézkedik mentésekről, annak ellenére, hogy korábban a Vatikánt is érte az a vád, hogy kokettált a fasisztákkal, és ez egy örök vita valószínűleg, a 20. századnak ez az egyik ha nem is a legdicsőbb, de mindenképpen egy izgalmasabb rész, ahol sok más ilyen téma van, Ferenc pápa ezügyben most nagy domestoszozást végez, ha szabad ilyen hülyén mondani. Tehát igenis mondja, hogy aztán részt vett Mindszenti mentésekben, illetve fölemelte szavát a kirekesztések, az üldöztetés ellen, de egy 20-as években is szereplésével kapcsolatban ezt említi, fiatalabb volt, az ember változhat, beláthatja a hibáját, nem tudom, hogy ezt írja, de valószínűleg írja is, illetve mindig, tehát nem hagyja ki azt sem, amikor valami pozitív dolog történik. Nézzük ezt a legitimizmust. Még maradjunk az előző, nem kell védeni, meg menteni, ezek tények és történések, amiket az ember majd eldönti, hogy ez jó volt, vagy rossz volt, Mindszenti egyébként. A tényekről hogy döntöd el, hogy jó vagy rossz? A tényekről megbeszéltük, azt már nehéz eldönteni valójában, hogy tény vagy nem. Na, de Mindszenti is pásztorleveleket ír a zsidóság értelmében, a zsidóság ért, tehát ő kimondotta, kifejezi azt, hogy még a nem kikereszteltekeket is menteni kell, ha nem is menteni, tehát nem fizikailag, de nem szabad őket bántani, nem szabad olyan helyzetbe hozni, mint van. Tehát ő is Mindszenti is
apelá. Az a kérdés, hogy aztán ezt miért tette, azért, mert rászóltak valamelyik a Sherry Justitián, vagy meggondolta magát, vagy látta a történetben a problematikát, a kommunizmusnak a problematikáját, ez egy más kérdés. De ő is beállt abba a sorba, hogy állj, itt már végének kéne lenni. Tehát, és ezt Ungvári Krisztián nagyon szépen méghozzá forrásokkal hozza. Beszélhetünk a legitimitásról? Igen. Legitimizmusra? Ugye itt azt olvassuk, hogy a történelmi jogfolytonosságot a uralkodói családok tekintetében elismerő személy a legitimista, és azt mondtam Mindszenti, hogy 5. Károly? 4. Károly. 4. bocsánat, a Károlyokban nem vagyok annyira jó, hogy a legutolsó királyunk Károly, igen, után ő Magyarország és első közjogi méltóság. Így van, a közjogi méltóság szó kifejezést kerestem. Na most ezt már tudjuk, hogy bár a Horthy kormányzósága idején ez ugye átíródott. Horthy lett az első számú közjogi méltóság. Ne. Tettekben is, jogszerkezetben is. Nem volt királya Magyarországnak, és Mindszenty úgy vette, hogy hát ha nincs, akkor ő, mint herceg prímás, ez Ungvárinak a állítása, jól tudom, hogy ez azért egy nagy, és ő így írja, hogy politikai szereptévesztés, vagy egy szereptévesztés volt. Szerinted szereptévesztés volt, hiszen minden fölötte zajlott, nem kérték volt ki a véleményét, a kiállásaival kapcsolatban dorgálták meg, akár a Vatikán, akár a később a kommunisták, a 45 után. Miért gondolta, vagy hogy látod ezt a részét a könyvnek? A Mindszenty 1892-ben született, ha jól tudom, amikor alapvető volt a Szent Istváni alkotmány. Működött, élt egészen végig. Szent Istváni alkotmány arról szól, amiben meg van határozva, kérlek szépen, hogy vannak zászlósurak, ugye az első a király, második a hercegprímás. A hercegprímásnak saját joga az, hogy a királyt királyá választák, tehát ő fogja megkoronázni, és a Szent Istvánnak a alkotmánya pedig, hogy a magyar király, magyar a koronától ered. Ez egy társadalmi helyzet. Ő ebben nőtt fel, ebbe élt, ezt vállalta, amikor ő püspök lett, és amikor hercegprímás, ezt az egyetlen szerette volna betartani, ezáltal nem is tudott kilépni ebből a szerepkörből. Az egy dolog, hogy közben adta, elment a ló, és megváltozott a világ. De maga a hercegprímás helyettesített, mégiscsak egy egyházi. Nem állami szinte helyettesíti semmi köze hozzá. Akkor nem hercegprímás az, ami legitimálja a királyt. Azt mondja Ungvári, hogy ott tévedett, hogy ő, mármint Mindszenty, hogy az a szereptévesztése, hogy a hercegprímás nevezi ki a kormány tagjait. Ezt állítja Ungvári. Most megnéztem a promóciós videót, ahol összefoglalja a könyvet. Most nem tudtam már újra olvasni, hiszen nálad volt. Az a lényeg, hogy ő valahol egy olyan figurának tekintette magát, és emiatt írja Ungvári a könyvben szintén, hogy már a külföldi támogatói, hát természetesen egy Vatikán vagy az Amerikai Egyesült Államok, ahol a nagykövetségen élt, már ott sem tudták komolyan venni, sőt, kínos volt számukra ez a fajta szereplése. Ja, de hát le volt, nem nevezett ki senki. Azért nem voltak ilyen emberek, hogy azt mondták, hogy jó, hát József, hát, tudjuk, hogy igen, ön Magyarország ön első számú vezetője, de nem hiszik el szeretne, kérlek szépen, ő gyakorlatilag azt szeretné kinevezni a királyt, a leendő királyt, akár Habsburg, akár másik, ami jogfontos. Volt, hát a nem, mondom, a ló elment alóla, de egyébként igaza volt, tehát hogyha betartjuk ezért a Szent István alkotmányt, mindenki röhögött rajta, mert hol volt már Szent István alkotmány. Hát ez az. De az alkotmány, 48-as forradalmat. De várjál, de ő felesküdött erre, amikor ő érseké választották az érseké, vagy nem érseké, hanem hercegprímásnak. A hercegprímásnak egyetlen is egy nagyon fontos feladata a legitim királynak a kinevezése, vagy legalábbis legitimálása. Ő véges akart. De ez akartál, az 5. Károly a véget ért. Ráadásul ő ugye Habsburg uralkodó hogyne, és ott még azt mondja Ungvári, hogy Mindszenty az Ottót várta haza, az Ottóra számított, az Ottó miséket tartott, igen, és ez az a Habsburg Ottó, akit mi még láttunk értében, és akinek a, egyébként mi itt a fia, itt volt most a Sziszi szobornál Esztergomban, és hát nagyon népszerű volt, és ott néztem, ahogy a magyar huszárok ilyen sorfalat állnak a Habsburg leszármazott előtt, és ilyen poénként, de gondoltam magamban, hogy
hát azért az idők erősen változnak, hogy szalutálom, hogy jó, ez már, az ott fölébred bennem, ne haragudj, fölébred bennem, kérlek szépen az igazi virtus, a magyar virtus, hogy azt mondja, rájön már meg, azért a kurucalabasznaknál jelent. Jó, ez csak hát poén. Ezek olyan, de nagyon szép ünnep volt, és azt hiszem, hogy nagy kultusz tartom mindenek ellen, és pozitív dolgok tartom azokat a dolgokat, hogyha valaki kineveztek egy posztra, és az hűséges kütesz, és betartja azokat az elveket. Ezt én nem. Az egy dolog, hogy most vincetire gondolok, és a legitimitására. Ő egy szinten képviselte a legitimitást, és azt próbálta tartani. Az de ez a tanácsköztársaság után ennek nem volt már értelme, mert minden máshogy volt már. Előtte még szoszó. Hát akkor is egy konzervatív elképzelés volt, egy konzervatív, katolikus konzervatív ember volt, aki beezégett bele. Ennyi. Jó, ez de, nem lehet de akkor, nem felfogni. De akkor miért szerepelt olyan, és azt nagyon jól rézett a történelmi pillanatra, ugye 44-ben is, már akkor már ő is a deportálások ellen szólt fel, ha jól emlékszem a könyvben, és aztán 56-ban egyértelműen kiállt, és már előtte is becsukták Rákosiék, és akkor 56-ban ugye, hát nagyon komoly szerepet. Kiszabadították, nem vált komoly szerepet, egy szózatot intézett a néphez, amiben Szizering. Ungvári szerint nem is mondhatott volna szózatot, mert az egy sokkal magasztosabban, a legnagyobb vezető politikusok által elmondott a nemzet gyermekeihez szólok, ugye mondja Vincenti, tehát azt, ez is a szereptévesztés, ezt hogy látod, hogy értesz ezekhez te, hogy kimondhat szózatot? Most én van ez a szózat nevű imádságunk. Ungvárinak az a problémája, hogy ezeket az autentikus dolgokat sajnos nem emelte be a könyvébe, hanem véleményt alkott róla. Tehát ott lett volna mellette a Nincentinek a rádióbeszéde, amit kénytelen olvasni az ember idézi, az emlékiratokban. Teljesen kéne idézni, nem csak részteket kéne idézni belőle, akkor ugye egészen más a helyzet, mert és hagyja a olvasóra, és bízza meg, hogy hát valójában jót mondott, rosszat mondta, hogy mi van. Oké, de a hallgatók nem történészek, ne viccelj. A történésznek az a dolga, hogy kielemezzen, és az ő munkája alapossága tétetik mérlegre, hogy ez megállja a mérést, vagy kiállja a mérés próbáját, vagy kiderül, hogy ez se jó benne, az se jó, hát az magának a történésznek az hatalmas blamás. Nem blamás. Miért lenne blamás? Hát ez nem Deniken, meg nem, hagyd nem mondjam, nem Golenyi Ágnes, elnézést az Ágnestől megint, hanem ez történelem kutatás, történelem tudomány. Tehát itt ő nem tévedhet. Amilyen nagyokat téved, olyan nagy az zuhanás. Nem látom így a dolgot. Nem látom így a dolgot, a történésznek feltosszja autentikus bizonyítékokat, írásokat szerezze össze, és azt tegye össze, hogy is mondjam, a valamilyen szempont alapján. Közben néztem, hogy időben hol alapján, emberi szempont alapján, már mint írók alapján, hely alapján tegye össze, és azokról kérlek szépen egy kicsik is, mint lábizetként írja meg hozzá a véleménye, de elsősorban... Nem a véleményét írja. Akkor a látásmódját. Nem a történelem tudós. Szerinted véleményt ír egy tanulmánykötetben? Az hiba, hogyha nagy a saját véleményt de ír. De véleményt ír. Például Ungvári szerinted akkor véleményt ír? Látásmódját írja meg, vagy akkor, hogy mondjam, hogy a hozzáadott értéket, hogyha így pézzük ki, azt írja meg. Tehát nem speciális, hogy ezt gondolod. De mindegy, hogy Ungváriról beszélünk. Teljesen mindegy, kire beszélünk. Teljesen most nem mondhat és véleményt. És nem is mondom azt, mert ő megtette mindent azt, amit próbált összehozni mindszerűen kapcsolatban. A koncepcióval alapvetően nem értek, hogy van egy kurzus, ami felemelte Mindszentit. Ez a mostani kurzus felemelte, és Mindszentiből egy csodát csinált. Na de ő Ungvári kifejti azt, hogy van két dolog, van a Mindszent és van a Mindszentizmus, és ezt nagyon szépen megkülönböztetni, ezért nagyon jó a könyv, mert ő megkülönbözteti. És a Mindszentizmus ellen mondja, hogy mint történelmi szemlélő ember másként is lehetett volna, ez sajnos nincsen, mert nincs lehetőség arra, hogy változtattunk volna, korrigálni lehet valamit, de változtatni nem lehet. Tehát igazán ő azt mondja, hogy építették a Mindszenti emlékműsort, ki pénzt adtak rá, kiemelték, hivatkoznak rá, mint nagy emberre különbözőképpen, és ebből egy kurzus alakult ki, amivel én mégis azt éreztem a könyvben, hogy ezzel nem ért egyet. Mindszentinél sokkal fontosabb emberek voltak, a Székesfehérvári, nem mondta neveket, a Svoj, meg a többi püspökök, akik ugyanúgy tették a dolgokat, de nem lettek annyira kiemelve, mint Mindszenti, mert Mindszenti olyan, mint egy karácsonyfa, lehet ráakasztani valamit. Mert arra lehet jót is akasztani, meg rosszat is akasztani, honnan nézzük. A többi ilyen szempontból nem annyira érdekes. Most a idézett promo videóban mondja, hogy a Mindszentinum átadásakor elhangzott, hogy Széchenyivel, Kossuthtal egy
magaslaton van, mint Szenti. Ő a könyvében viszont így, a könyvét így ajánlja, már ez a könyvben van, ez az írás, ennek az emlékezett politikának a vizsgálatára tesz kísérletet, és azt írja, hogy munkámmal azt kívánom bizonyítani, hogy Mindszenty megítélése kapcsán a problematikus megnyilvánulások egyáltalán nem elhanyagolható, ellenkezőleg az életmű meghatározó részét képező dolgokat kell vizsgálni. És hát én itt próbáltam sok mindent fölírni, egyébként már rengeteg mindenről akkor beszéltünk is. Lehet, hogy te valahány dolgot aláhúztál, amit szeretnél felolvasni? Igen. Halljuk. Nem én, Ungvári Krisztián összefoglalásban, 11 pontban összefoglalja a saját dolgait, amit Mindszentyről gondol, és az előre hangsúlyozom, hogy szerintem ezek hibásak. Az én felfogásomban hibásak. Mindszenty nem volt általános emberi jogok harcosa, az emberi jogokról csak általa magyarnak tartott ügyek érdekelték. Cáfolat. Mármint Nelhiből. Hát magyar érsek volt, magyar hercegprímás volt. Tehát nyilván magyar hercegprímástól hottentott a népek nem igazán érdeklik. Tehát nem hiszem, hogy ki kéne terjeszteni. Jó, nem kéne. Lehet, hogy arra gondolt, hogy keresztény vezetőként egy olyan Kárpát-medencében, ami népek kohója is, népek találkozó, együttélő helye, valószínűleg, de mint főleg keresztény vezetőként, olyat nem mondhat, hogy a magyart megsegítem. Nem arra van szó, hogy megsegítem, hanem hogy nem foglalkozik vele. Hát de az ugyanaz, írja, hogyha bajban van. Most hagyd mondjak egy példát, ezt nagyon sokan emlegetik, hogy az örmények elüldözése, a legősibb európai keresztény nép, az örmény, 4000 éves keresztény nép, először ők vették fel ezt az utat. Nem szólal, és van, aki azt mondja, hogy miért nem szólalnak fel az ő ügyükben. Tehát ez is hasonló, hogy tehát nincs válogatás, az ember, Isten előtt mindenki egyenes, stb. Lehet, hogy erre gondolt, nem tudom. Nem tudom, mire gondoltunk már. Nézzük tovább, nekem az érdekes, ezek a gondolok, mert tulajdonképpen egy adott emberről van szó, egy adott helyzetről, egy szituációról, egy emberről, akinek van egy hatásköre. Nem relativizál, nem azt mondja, pontosan, hogy... Legyen korrekt, ha ő kereszténybevezető, akkor ne azt mondja, hogy csak a magyarok azok, akik számítanak, nem, akkor mindenki, hiszen Isten szerint is így van. De akkor még csak a keresztények, akkor még, tehát én tovább lehet lépni, tehát akkor nem. Ő egy adott helyzetben, adott szituációban oda mehet ember, aminek megvan egy adott feladat, amit körbe kell járni és védeni kell. És ezt nem lenne szabad általánosítani. Következő, ugyanennek a mondatnak a következő része, Mindszenty soviniszta nézeteket képvisel azzal, hogy más nemzetekkel szemben a magyarság történelmét kizárólag az áldozatiasság szempontjából volt képes érinteni. Ez meg az idő. Mi volt akkor? Proletár diktatúra, kommunizmus jött először. Ez most ugye, tanácsköztársaságra beszélek. Mi történt? Hát ha valami mindent lesöpört, aminek az érdekében van, a lehetőség volt, az pont a tanácsköztársaság. És utána mi történt a konszolidáció? Volt, indult egy konszolidáció, de ez 46-ban ami megint megszűnt, és megint kérdezőben visszaszorították azokat a dolgokat, amiért nekik kellett volna állni. Ez nem szól sovinizmus. Ez nem lehet ilyen szavakkal illetni. Ez olyan volt, megint azt mondja, hogy volt egy feladat, amit meg kellett oldani, és a másikkal nem fog. Tehát nem ellene. Nincs olyan, hogy most, ha valaki német, tót vagy orosz, akkor az rosszabb, mint a magyar. De a magyarok tényleg az, hogy kiállt. Tehát próbálta összehasonlítani a dolgokat. Következő pont. Mindszenty működése számos alkalommal sértette az általános emberi jogokat. Na, ez érdekes. Ez egy érdekes. 48-ban fogadta el az ENSZ az általános emberi jogokat. Az egyetemes emberi jogok nyilatkozata ekkor születik meg. Igen. Na most az előtt is azért hát tudjuk, hát hogy bőven elég a 10 parancsolat ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogy kell viselkedni a másik emberrel. Hát, muszáj kicsit játszani, humorizálni a 10 parancsolatról, mert ugye... Azért csak óvatosan, mert egyrészt mégiscsak hercegprímásról van szó, és vegyük figyelembe a vallásos hallgatóink érzékenysége. Na jó, akkor hagyjuk ezt a témát később. Ez most komoly. Ha már igen. Nézzük tovább. Jön, bocsánat. Erről szól kérlek szépen a vicc, ami a következő, hogy a Mózes felmegy a hegyre és beszél a Jóistennel. Csak behoztam. Jóistennel, és a Jóisten megmondja neki, hogy Mózes, neked megmondom, mit kell csinálni, nagyon egyszer, és akkor boldog lesz a néped, és semmi probléma nem történik a világon. Úgy fog alakulni, hogy elképzeljük, és szép lesz, azt mondja Mózes. Oké, rendben van, és mennyibe kerül? Hát, ez nagyon olcsó lesz. Nagyon olcsó, akkor kérek 10-et. Elmegy.
Az itt nem vége. A népéhez, és mondta, hogy hát beszéltem a Jóistennel, tudok mindent a világról, és hát hoztam nektek jót is, meg rosszat is, hát mit hoztál jót, és csak a jót, nem minket, csak is a jó érdekel. Hát hoztam parancsot, de lealkudtam 10-re. Na, ugyanez van benne. Szóval... azért akartam mondani, azt hittem, hogy ezt azért elfogadott, hogy amíg nem alkották meg, mert ugye az egy humanista alap, az egyetemes emberi jogok nyilatkozata. Ott vallásoktól, származásoktól függetlenül, népektől függetlenül mindenkire vonatkozik. Ez előtt nekünk, és természetesen a többi vallásnak is hasonló alaptörvényei lehetnek, a 10 parancsolat az egy nagyon komoly irányt adó dolog. Elég egyébként csak annyit megnézni, hogy én ebből mennyit tudok, mennyit teszek meg. Nagyon keveset tesz meg az ember, nagyon érdekes. Tehát Vincentinek nem állt rendelkezésére az egyetemes emberi jogok nyilatkozata, de rendelkezésére állt a 10 parancsolat, bizonyára ez szerint cselekedett. Vagy? De ez nem ezt írja, hanem azt írja, általánosság bírja, még egyszer felolvassam, az általánosság zavar. Vincenti működése számos alkalommal sértette az általános emberi jogokat. Ez egy mondat. Akkor egy kijelentés, a nagy törvénykönyvek, a törvénykönyvekben található jogokat. Igen, jogok tehát ehhez viszont ez a olyan sok más vélemény. Ne ő, hogy ne lopj, ne paráználkodj, ne kívánt fele barátod házát, ugye ne is vedd el, ha lehet. De hát akkor kérem beleírni azt, hogy legalább a környékét, hogy mi az, hogy általános emberi jogok. Akkor fogalmazok. Mit találtál a könyvben erre vonatkozólag? Ott ezt hogy igazolja, mint Ungvári? Igazán nem találtam semmit. Figyelj, nem lopott, nem csalt, nem bántotta fele barátját. Tehát az általános 10 parancsolatban igazán olyan lényeges dolgokat nem találtam. Ja, nézzük tovább. Jó, nézzük tovább. Vincenti zsidó mentesítései nagy és fikciók, elismerem. Micsodái fikciók? Zsidó mentesítései, nagy rész fikciók. Zsidó mentesítés. Zsidó mentesítési. Én gondolom itt, hogy hát a kikeresztelkedés. Én gondolom, hogy az Ungvári kikeresztelkedés érti alatt, és tömegesen jelentkeztek ugye a törvények hatására a katolikus egyházba, akiket megváltoztatták. Ja, igen, itt írja a könyvben, igen, hogy volt egy olyan mozzanat az a katolikus egyházban, igen, hogy azok, akik katolikusnak keresztelkedtek zsidók, ott nagyobb segítséget kaptak, mint akik nem. Igen. És itt is arra utal talán, hogy hát miféle ember szeretet az, ami válogat. Téged megmentelek, téged nem. Igen, de és olyan alapon, hogy a eklézsia tagja vagy nem. Tehát ez biztos. De nem, itt nem mentésről van szó, hanem egyszerűen lehetőségekről van szó. De ez a vészkorszakra utal. A vészkorszakra utal, hát ott menteni tehát kellett az menteni embereket. Kellett volna, sőt, igen. Egyébként hol működött a Randóti Miklósról szóló gyarmati, Miklósról is szóló gyarmati Fanni naplóban van, hogy mondják Radnótinak, hogy te, hát valamit csinálj, búj el valakinél, szerezz egy hamis iratot, menekülj. És akkor azt mondja, hogy azzal indokolta Radnóti, hogy nem tett ilyet, azt mondja, nézd, senki nem vállalta, senki nem nyújtotta a segítséget, mert aki elbújtatott akkor már zsidó embert, azt ugyanaz a büntetés érte, mint az, és ez lehet, hogy azonnali statáriális kivézés volt, azt mondja, és egyébként megnézzél rám, én hiába állítok ki magamról egy igazolványt, állítatok ki, hogy Kovács István vagyok, én egy jellegzetes zsidó ember vagyok, tehát ez nem így működik. Igen, Vincenti nem egyesítette a nemzetet és a vallást, mivel a nemzetből több oda tartozó csoportot kizárt. Zárt ki Vincenti ebből a csoportból. Előbb utalt rá, hogy nem mindenkit mentettek nem mindenkit meg. Mentette. Csak a magyarokért küzdött, amit te nem rottál fel neki. Igaz, csak a magyarokért küzdött, fizikailag nem mentett meg embereket, tehát nem bújtatott, mint nagyon hát sok más. Hát neki más feladata volt. De appellálni, ő is appellált mindenhol. Tehát, akkor, tehát azért van, a nagyságrendeket nézzük, hogy mit. Viszont a másik az, hogy a vallás meg a nemzetet miért kéne egyesíteni. Hát azért, ahogy hát most is melyik, például melyik, erre törekvések. Melyik vallással? Hát biztos nem a buddhistában. Nem de miért, nem miért, nem de miért, nem miért. Tehát ez most ugye ha ezt szétválasztottuk, ugye azt róluk fel kellek szépen, hogy próbálta a közjogi méltóságot integrálni az egyház méltóságokkal együtt, tehát más, ő lenne az első zászlósúr, ha ezt ugye hívának mondjuk fel, akkor miért mondjuk azt, hogy nem egyesítettem, miért kellett volna egyesíteni nemzet meg a vallást? Tehát miért kellett volna befogadni a vallásos embereket nemzeti... Finnországban sikerült állami vallás lett a luteránosság, az evangélikus hit. Ott jól működött,
a második világháborúban, és ez hasonlóan a Norvégiához, erről olvastam egy könyvet, ott nagyon komoly ellenállást tanúsítottak a maguk minimális eszközeivel az egyházi vezetők, amikor Hitlerék az egyházat is be akarták kebelezni, hogy igenis az egyház is álljon a megszállók oldalára, és a népet ennek megfelelően orientálja. Nem sikerült, tehát, és aztán még az elmúlt évtizedekig is, a mai napig is, hát mai nap már nem, de Finnországban állami, tehát az egyház és az állam együtt ment, állítólag Finnország a világ legboldogabb országa, ebben mindig volt egy, és nagyon sok ilyen kimutatás volt, ez egy érdekes. Akkor következő egyik példát, de csak tovább lépek, Mindszenty egyházának 1945 után akaratlanul, de súlyos károkat okozott. Na ez aztán végképp egy érdekes dolog. Milyen szempontból, tehát itt azért a szempontokat nézzük, mert ugye, mert azért az állam, tehát a 40 utáni állam súlyos károkat okozott az egyházi szervezetnek. Feloszlatták a rendeket. Feloszlatták a rendeket, megszüntették a liturgiás dolgokat, a vagyonokat elkoboztak, még hagyják, elvették az iskolát, tehát még lehetőséget se adtak gyakorlatilag, hogy, hogy egy egyházi nevelésbe részesüljenek, vagy legalábbis tisztuljanak. Akkor ugye bántották az embereket, nem engedték egyházba járni. Később ez módosult, mert a Mindszenty azt emlékezetében azt írja, az, hogy iskola, hogy be lehet menni templomba, az nem egyházi kérdés. Az csak egy dolog. Az egyház sokkal több. Te egyház egy szervezet, aminek fenn kell tartani, kérlek szépen, a közösséget, fenn kell tartani a közösségnek az ideológiát. Az, hogy valamit megengednek, és minden más tiltanak, ezáltal teljes természetes, hogy ellenkezett. És 45 után mi történt? Jöttek a békepapok, amik egyházi köntösbe bújva gyakorlatilag a szocializmus is, és a szocializmusnak a igéjét hirdették. Ez azért előbb volt az, hogy őket felszentelik, nem a kommunista párt küldte őket, hanem ahogy a kiépül az ügynökhálózat, amiről aztán pont Ungvári tájékoztat néha, hogy ki volt a 3x3-as, miután megnyíltak a rendszerváltás után az akták, azért és itt ekkor a Lékai Bíboros volt a vezetője az egyháznak a 70-es évektől, ha jól emlékszem. Ő egy nagyon híres egyházi vezető volt, utána jött a Paskai László, stb. És Endő Péter, és a békepapságról például Simon Gábor atya is beszél ebbe a videóban, és azt teljesen negatívan, elítélőleg beszél róluk, ahogy most talán te is picit így beszéltél, de azért tehát ők először felszenteltek lettek, papok voltak, emelkedtek a ranglétrán, és a befolyásuknak megfelelően, ez egy régi, nagyon klasszikus kommunista rendszerbeli módszer volt, hogy kompromitálni, a rendszer kiszolgálójává tenni, ezáltal tulajdonképpen, amikor ez esetleg kiderült, ha kiderült, akkor ez teljesen hiteltelen alakokká vált a szegények. Meg is szintek gyakorlatilag. Hát nem. Tehát nem halt meg az illető, nem váltották le. Semmi nem szűnt meg. De az a lényeg, hogy ők nem beépített emberek voltak, hanem ők papok voltak, és el tudta érni a magyar kommunista, később magyar szocialista munkáspárt, hogy ezeket az embereket így behálozzák, és szerintem teljesen ugye, tönkre tegyék. Sokkal nagyobb volt az egy érdekes, hogy ez alatt a nyomás alatt, amit mondjuk egy Rákosi és majd a Kádári korszak jelentett, ezzel talán egyetértesz, hogy sokkal nagyobb ereje volt akkor egy egyházban való tagságnak, szereplésnek, egy gyülekezeti tagságnak, egy felekezetbeli feladatvégzésnek, annak ellenére, hogy így métejezve volt egy totálisan antiklerikális rendszerbe. Mindszenty ezt próbálta feloldani, ez érdekes volt, meg olyat is mondtak róla, még gyorsan ide tűzöm, hogy örültek a kommunisták, hogy ő lett a vezér alatt, mert látták, hogy nagyon nincs rendben a fejében sok minden történelmileg, politikailag, és azt mondták, hogy hát ha ez a legélesebb kés a fiókban, most már mai szóhasználatot mondok, akkor ez így jó. Tehát nem egy penge figura jött, aki azt mondta, hogy hát igen, ez és ez a baj. Mindszentinek nagyon nagy jelentőségű volt az 56-os beszéde és a kiállása. De mégis, és ott a Vatikánnál is indexre került bizonyos dolgai miatt, pontosan ezek miatt a történelmi, írja Ungvári, ezek miatt a történelmi állításai miatt kérték, hogy már ne, ilyen indexre került, hogy írta, hogy hát már a nyilatkozatait nem akarták, és ez talán nem véletlen.
De hát gondoljuk el, hogy itt évtizedekig ott élt amerikai nagykövetséggel. Mindszentéről írunk, mindszentéről beszélgetünk, de valójában az egyházról kéne beszélni ebben a témában, mert az egyház is nem most a Zóvári Krisztián Mindszenti mitosz című könyvéről beszélünk. Nem szabad a kettőt összekeverni, az egyházi szervezet nem keverem össze. Egyházi szervezet tulajdonképpen teljesen szétdilásra került. És az a régi egyházi... Nem. Pontosan, és én ezt tapasztalom, ugye a legutóbbi mérést, az biztos tudod, hogy 1 millióval csökkent 10 év alatt a római katolikus, magukat római katolikusnak hívők száma Magyarországon. Itt állj meg. A Kádári korszakban sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, nem biztos, hogy nagyobb volt a szám, mint most, ami még így is, hogy csökkent, de nagyobb jelentőséggel bírt, erősen volt az egyház, nem volt fogyatkozás, fiatal, csökkenő életkorfa szerinti állapotban volt az egyház. És beszéljünk az egyház. És ez lehet, hogy Mindszentinek is köszönhető. És az egyháznak az irányításáról, ugye, mert ez egy szervezet, akárhogy nézik. Ez egy nem meg, egészen. De egészen. Az egyház az nem szervezet. Az egy szervezet. Az egyház az testnek hívják, az egy szervezet. Azt nem hívják. Az egyházi megfogalmazásban ez úgy van, hogy az egyháznak a feje Krisztus. Igen. Tehát ha nem hívő vagy, akkor ezt így el kell fogadnod, ha ez absztrakció, hogy az egyház az a Krisztus teste. Az egyház feje Krisztus. Igen. Én is, mikor gyerek voltam, azt gondoltam, hogy az egyház az ilyen irodarendszer. Ülnek ilyen kis fiatal papok, és ott gépelnek, és különböző jegyzett füzetekbe, meg ilyen könyvelési kötetekbe beírnak valamiket. Ez nem így van, de ne lengjünk ki, tehát a Mindszenti, maradjunk a Mindszenti könyvnél, értem, hogy az egyházat jó csócsálni, de hogy végül is foglaljuk össze, most a végére értünk a műsornak, hogy látod Ungvári könyvét, szerinted mi lesz a jövője? Már most mondom, Simon Gábor, hogyha nagyon keményen megindult, bár jelezte a videó elén, 13 perces videó, hogy hát ő ezt igazából nem olvasta el, csak a videót nézte, ami arról szól, hogy Ungvári bepromotálja az egészet. És Ungvári 2022-ben állt neki a kutatásnak valamilyen hatásra. Egy év ezt elmondja. Elmondja. Tehát ilyen hitte a Mindszenti mitoszt. Mindszenti mitoszt, aztán elmondta. Csak így megbicsakott. És megbicsakott, méghozzá akkor bicsakott meg, amikor kiderült, hogy a Mindszenti mitoszt, amikor a kúzusa sokkal nagyobb, mint amit ő gondolt róla, és nagyobb jelentőséget ad neki a mostani éra. Így van, az emlékezett politikát. Amiben talán lenne is igaza, de ez nem a Mindszentin keresztül. Ezáltal kérlek szépen megpróbálja Mindszentin dehonestálni történelmi dolgokkal, történelmi dokumentumokkal, amiből sajnos elég keveset idéz. Nagyon sok hivatkozása van. Mindszentinek a történelmi meglátása az jobb és bal oldalra, tehát megosztó személyiségként osztódik. Ezért tulajdonképpen akkor érdekes ez a könyv, hogyha mellette sok más is elolvas az ember. Ne, most megint visszatérek az internetre, nem a dumákra, hanem a tényeket, tehát az emlékiratokat, a könyveket. Mégis csak könyves podcast vagyunk. Milyen könyveket olvastál el, felkészülve erre az adásra Mindszentiről? Mert mondtad, hogy azért most nagyon utána olvastál. Hát figyelj, csak hirtelennyiben mondok egy párot, hogy azért legyen hozzá. Szegény Gábor, a hallgatók. Na mondom, Dalog Margitnak 1500 oldalas könyvet. Őre nagyon sokat hivatkozik. Nagyon jó, majdnem. Végig nem olvastam, de tulajdonképpen bele a cikkszavakat. Alapművet. Beleolvastam Klenész Tibornak a Mindszenti életébe, Kőpeci Bósz Editnek a Mindszentijébe, Krajcsovics Gábor szintén Mindszenti írás, Maróti Mezle Károly Mindszenti emlékirataimat végigolvastam. Teljesen végigolvastam magát a Mindszentit. Paksainak a műveibe beleolvastam, egy-két Paksai műveibe, és az Alamegyei Múzeumoknak a PDF sorozatába. Illetve hát itt van még egy pár könyv, a Mesztény, aki igazán nem foglalkozik, mert ezek régi Mindszenti könyvek. És beleolvastam tulajdonképpen, ami nekem nagyon fontos volt. Bocsánat, hozzam a könyvet, mert már én sem tudok fejből idézni, de nagyon fontos a könyv elolvasásánál a következő. Mihálovics Zsigmond, Világ és apostolkodás könyve. Jó. Zárásként akkor remélem, hogy Gábor most mindenki számára nagyon jól összefoglalta, én nagyon megértettem, hogy ő mire gondol. Mi egy olyan városban ülünk most, Esztergomban vagyunk, ahol egy csoda történt. Megpróbálom pontosan mondani az adatokat. 2015-ben, de itt én ezt fel is írtam, meglátogatta Esztergomot az orosz békeszerzők és béke alapítvány 2015-ben. Elhozták a Vladimir Surovszev nevű szobrászt, és Esztergomban
ahol az úgynevezett sötét kapu van, aminek rendkívül tragikus múltja van, mert 56-ban ott lőttek szét egy utasokkal teli buszt, igaz, hogy a magyar hadosztály parancsnokság felől érkezett a lövés, és géppisztoly sorozat is. Az oroszok 15-ben fölállítottak egy szerintem 2:1 arányú, tehát az eredetinél kétszer nagyobb méretű mindszenti ülőszobrot, ahol a herceg prímási méltóságában ül, ugye ezt mi ketten már jó sokszor megnéztük, és a ferences rend tagjainak segítségével kifejezetten keresztény alapon, keresztényi megközelítésben és hangvétellel érkeztek ide, és erről 15-ben senki nem beszélt olyan nagyon országosan a sajtóban, azt néztem. Itt mi helyben természetesen megírtuk, azóta a mindszenti szobor a sötét kapunál zarándokhely, egy nagyon jó portré szobor a mindszentiről, egy ilyen elmélyült testtartásban van, őnek ez egy tipikus testtartása volt, az a kis vékony testalkat az arc, és ugye a kezét így összeteszi, és ott ül ezen a, hát nem akarok trónust mondani, de egy ilyen kiemelt, a herceg primásoknak járó, a kiemelt egyházi vezetőknek járó széke. Tehát ez egy olyan város, ahol így emlékeznek meg mindszentiről, mi ezen, ennek a városnak a fiai vagyunk, és ez nagyon érdekes, hogy az oroszok így közeledtek afelé a város felé, afelé a lakosság nép felé, ahol tudták, hogy a mindszenti egy numero egyes emlékezett politikai ikon. Az oroszok, nem mi kerestük, akkor, ezt csak elnézést, csak azért mondom így, ilyen részletekben menve, hogy akkoriban már nagyon működött ez, hogy a hadisírokat kölcsönösen felújítják, a magyar katonák, akik ott estek el az egykori Szovjetunió területén, azoknak a sírjait is felújították, és természetesen itt is itt Esztergomban egy nagyon komoly ünnepség volt ekkor 15-ben, és ezzel majdnem egy időben elkészült, felállították a mindszenti szobrot, aki szereti ezeket az alkotásokat, nézze meg, ha erre jár. Akkor igen. Tehát azért mondom, hogy itt Esztergomban sem állunk hián a kultusznak. Megosztó személyt és személyiség mindig is lesznek, akik egyik oldalról nézik, a másik oldalról nézik. Igen, Esztergom ugye... Illetve hát itt, itt található a sírja, a basilika templomában. Kötelező. Szintén zarándokhelyként működik. Kötelező zarándokhelyként. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb, akkor valószínűleg meg kicsit lazább, könnyedebb, nem ennyire komoly, szigorú, vaskos témát veszünk, de nem biztos, hogy a Siriusra megyünk, maradunk itt a Földön, és nagyon várjuk a kommenteket, ahogy már az említett Tátosok barlangja könyvnél is. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük.